Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai digitális témahét webinárium alkalmával. A mai alkalommal egy nagyon izgalmas, és hát bevallom hozzám is közel álló témában hallhattok egy előadást, hiszen én is természettudományos szakos tanár vagyok eredetileg. STEAM biológia az általános iskolában a címe, és az előadónk pedig Kálai Balázs, a LEGO Education akadémiai tréner, akit sok szeretettel köszöntök itt körünkben, és át is adom neked a szót, kedves Balázs. Köszönöm, Attila, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves kollégát, nagyon köszönöm a meghívást a digitális témahétnek, és megmondom őszintén, hogy azért ebben a tavalyi covidos időszakban is ugye egy párszor, hál' Istennek tudtunk találkozni, de ugye az, akkor még nem mindig csak én voltam a hallgató, nem pedig az előadó, de úgy láttam itt a tagok között, hogy vannak olyanok, akiket ismerek, úgyhogy ők is innen szeretettel köszöntöm. Ugye a STEAM biológia az általános iskolában, igazából ez egy nagyon-nagyon komplex dolog lesz, nagyon kevés, nem az idő, mert igazából azért lehetne akár estében nyúlóan is beszélni erről, de nagyjából megpróbálom mindazt azt a több éves munkatapasztalatot, ha így lehetne mondani, amit nem csak személy szerint én, hanem egy nagyon-nagyon jó kis munkaközösségünk tudhat magának immáron 6. éve, amit itt a STEM és a STEAM területén dolgoztunk, és a mai napig is dolgozunk, úgyhogy megkérek titeket, önöket, hogy akkor kövessetek. Nagyon-nagyon sok olyan kis idézetet próbáltam beletenni, amit így kezdésnek, amely igazán megfogja igazából a pedagógusnak a munkáját, és egy általános iskolában, ugye ez nem egy gimnázium, de azért nagyon-nagyon fontos még itt is a játék. És amikor kint Dániában, illetve Belgiumban volt szerencsém tanulni, akkor az egyik iskolának a falán olvastam ezt a kis idézetet, és úgy gondoltam, hogy ezt ide bele illesztem ugye a kis prezentációmba, hogy a játék és a tanulás olyan, mint a pillangónak a két szárnya, hogy egyik sem működik ugye a másik nélkül. És ha belegondolunk, ez egy nagyon-nagyon fontos útmutatás lehet mindazoknak, akik vagy akár a pálya elején vannak, vagy már benne vannak, és mindenki érzi azt, hogy valamilyen változás szükséges, ha más nem, ugye évek múltán, hogyha az ember tényleg túljut ugye ezeken az apró lépcsőkön, ami a munkát illeti, de azért nem egy olyan dolog, amelyet nem lehet megtanulni, és talán kint külföldön kérdeztem meg, hogy az ottani kollégát, hogy de mégis mi ez? És igazából egy szóval mondta, hogy minden az, ami minket körülvesz, kicsit néha úgy érezte magam, mint egy Star Wars-os filmben, hogy az erő, ami körbevesz minket, azért egy kicsit többről szól. Ugye az ember egy baráti körben most úgy érzem magam, hiszen elég jó kis családias hangulat alakult ki. Azt mond, amit akar, messzi jövőt ember azt mond, amit akar. Ugye én Edelényben tanítok, a Szent Miklós Görögkatolikus iskola és óvodában, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen jó munkaközösségünk alakult ki, és tényleg mindenféleképpen az egy célunk az, és az az igazi cél, hogy a gyerekek minél jobban, ami a természettudományos tantárgyakat illeti, az sokkal jobb legyen számukra, akár az órán, vagy akár ugye az életben majd. És van az iskolának a logója, ugye egy nagyon-nagyon szép kis tutaj, és ezért is tettem bele, hogy ez egy útmutatás, hiszen nekünk ezen a, hát néha egy labilis vizeken evezünk, de valamilyen útmutatás szükséges. Na most igazából lehet, hogy vannak olyanok itt a részvevők között, akik nem tudják, hogy mit jelent maga a STEM. Maga a kifejezés amúgy már a külföldi iskolákban nagyon-nagyon régóta fennáll, méghozzá 2010-es években Dániában, ugye a skandináv országokban már létrejött ez a vonal. Nyilván ez egy mozaik szó, ezt lehet látni, ugye legfőképpen a tudomány áll a középpontban,
Magyarul, talán ha magyar vonatkozás lehetne tenni, akkor az MTMI tantárgyaknak, ugye természetesen már most az informatik, ugye mint digitális kultúra van jelen, tehát ezeket a dolgokat fogja majd igazából átölelni. És hogyha nyilvánvalóan beleszük ezeket a művészeteket, majd erre is fogok egy-két utalást tenni, akkor már az egy picit megváltozik ez a mozaik szó, és ugye STEAM mint kifejezés lesz előttünk. És nagyon fontos azt elmondani, hogy ezeken az órákon, amikor ugye a tanítási órák, vagy éppenséggel egy délutáni foglalkozások keretében a kollégáimmal dolgozunk, akkor mindig valamilyen projekteket dolgozunk ki, vagy éppen már a diákok mondják, hogy na akkor vajon lehetne ezt tanár úr vagy tanárnő vizsgálni, és azt veszük észre, és azt is ők is nyilván a gyermekek, hogy ezeken az órákon nagyon-nagyon sok kompetencia fejlődik, több szálon fut az óra, és nyilvánvalóan mi, mint facilitátor szerepet betöltve, pedagógusok irányítjuk ezt az órát és az adott tárgyat. De igazából maga aztán nem csak itt áll meg, hanem egy teljes mértékben egy multidisziplína köré épül, és nyilvánvalóan, hogyha belevonunk más dolgokat is, gondolok itt ugye a zenére, vagy éppen az IKT eszközökre, vagy éppen a robotikára, akkor már teljes mértékben átalakítódik ez az egész. És például az M betű, ugye maga music, ugye azt a kifejezést fogja tenni, zenének felelnek, ugye a zenei művészetekkel is, hogy ez összekapcsolódjon, hogy tudom ráhangolni a gyermeket arra, hogy a dallamok, és ami ugye a tudomány összekapcsolódik, mondjuk biológia tanár révén, ugye a madarak éneke, és így tovább. Vagy éppenséggel, ugye van itt egy érdekes kifejezés, ez a STEM plusz. Most amikor a gyerekeknek ezt elmondtuk, hogy na akkor vannak a különböző eszközök, és akkor nyilvánvalóan ezeket lehet használni órák közben, a tableteket, a telefonokat, ugye a laptopokat, és így tovább, akkor kicsit meg voltak ijedve, hogy akkor most minden óra erről fog szólni, hogy akkor mi ezekkel fogunk dolgozni. Majd erről is szeretnék egy pár gondolatot elmondani, de nem kell ugye ezektől megijedni, nem azért, mert ugye Kyber Learningben megy ez az egész, hiszen egy teljesen más alkalmazásokról van szó, és nyilvánvalóan, hogyha egy picikét átalakítódik már magában a robotikába, amely nyilván a Lego révén, vagy más eszközök révén ott van már esetleg a tanári asztalokon, akkor ne felejtsük el, hogy itt már a robotikának és az AI-nek azért elég nagy, hát hogy is mondjam, tanulságos fontossága lesz. Miért tanulságos? Mert hogy ha kinyitjuk a telefont, vagy éppen belépünk az internet világába, azért ezek a különböző chatbotok, vagy éppenséggel, ami a ChatGPT, ami most nagyon-nagyon mennek ugye ezeken a különböző platformokon, azért a kollégáknak is, illetve a pedagógus társadalomnak is egy eléggé csak ilyen nagyon nagy elgondolkodtatást ad, hogy vajon ez lesz a jövőnek a kulcsfontosságú tudományági, vagy akkor hová is lehet még fejlődni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, tehát valamilyen szintű változásra van szükség. De most milyen legyen ez a változás, milyen legyen ez a fokú adaptáció? Biológia tanár révén egy Charles Darwinnak nézegettem a könyveket, hogy vajon mi az, amit önökkel, titek, veletek ugyanezt meg tudnám osztani, és ezt találtam, hogy a túlélés nem a legerősebb, de nem is a legintelligensebb fajnak adatik meg, hanem azoknak, akik leginkább képesek ugye ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és itt az alkalmazkodásról van szó. Talán ezen múlik, vagy éppenséggel azon, hogy ki hogyan tudja ezeket a kompetenciákat fejleszteni, és egyik a mai világban ugye ezek a készségek, ez a soft skill-ek, annyiféle dolgot lehet már ezekről hallani, és bizony néha a pedagógus is így érzi magát, hogy jönnek ugye a különböző változások, és hogyan fogok tudni alkalmazkodni, és hát lehet, hogy már itt valaki észrevette, és már be is írta ugye a chat szobába, de biztos, hogy észrevette mindenki ezt a kis zsiráfot, és nyilvánvalóan ez az alkalmazkodásnak az egyik ilyen, ugye mimikrének hívjuk biológiában, de biztos, hogy nem egy zsiráfok vagyunk, de azért néha igyekezdünk el alkalmazkodni. De vajon hogyan? Megpróbálok utánozni, vagy egy új dolgot létrehozni, vagy én vagyok a legerősebb ragadozó, és mindenkit letaszítva majd, akkor én megmutatom, hogy mi legyen.
Igazából mindig azt szoktam mondani, bárhol járok én is az országban, ugye oktatni, hogy nagyon fontos az, hogy a saját egyéniségünk jelenjen meg nyilván az órán, és nyilván azoknak a gyerekeknek, akiknek szükséges különböző dolgokat mutassunk meg, hogy ne unatkozzon az órán, ne mindig a frontális dolgokat tegyük előtérbe, és akkor lehet, hogy nem egy oroszlánok leszünk csak a különböző gólyalábokon. De mi az a helyes irány? Mi lehet a jövő oktatásának a szférája? Nagyon-nagyon sok olyan dolog van már a mai világban, amely olyan kulturális dolgokat mutat meg, hogy vajon az edukáció, vajon a jövő, illetve maga az oktatás egy szálba fog-e futni, vagy teljes mértékben az egészet át fogja ölelni maga a robotika, vagy éppenséggel nekünk olyan gyermekekre lesz szükség később, mármint úgy ugye az oktatás területén, akik bizony, aki súlyukban lesz az összes robotikás dolog, mindenféle olyan dolog, amely ugye az alkalmazás kezelésekhez szükséges. És sajnos a válasz igen. Már csak azért is, mert jelen esetben azok a diákok, akik most óvodáskorban vannak, vagy óvodáskorban járnak, vagy éppen általános iskolában, hogy olyan munkahelyük lesz, ami még nincs. Nincs feltalálva. Nem, nincs még a platformon. És nekünk ez a legfontosabb, hogy ezeket a természettudományos tantárgyakat talán egy kicsikét jobban megszerettessük. Pontosan ma a kollégáimmal beszélgettünk a tanáriba, és volt szó arról, hogy ugye lesznek különböző bemutató órák nálunk, és akkor vajon ezeket a, idézőjelesen mondom nyilván, ezeket a nem szeretem tantárgyakat hogyan lehetne még jobban megszerettetni? Milyen arányok, milyen kis kulináris dolgokat lehet ebbe belerakni, hiszen lehet látni azt, hogy az egyetemi, a főiskolai oktatásban sajnos kémiát, fizikát, matematikát, földrajzot, vagy akár biológiát, hát ugye kicsikét le van szorulva ugye a választott tárgyak tekintetében, és talán ezért is kell nekünk egy picikét más platformon mozogni az oktatás terén. Nyilván tudjuk ezt a fotót, hogyha erre a fotóra, ha rátekintünk, hogy ez micsoda. Nyilván ez egy GPS. És nagyon szeretjük azt, amikor bemegyünk a város közepébe, és akkor elveszíti a jelet, és akkor mit fog csinálni? Hát folyamatosan keresni fog. Így van. Újra tervez. És nekünk is erre van szükség. Miért? Azért, mert az a világ, amiben most vagyunk, teljes mértékben megváltozott. Én személy szerint ugye a 20. században születtem, akkor kezdtem el tanárként tanulni. Most a 21. században vagyok itt jelen egy intézményben, most jelen esetben ugye még mindig az intézményben vagyok. De muszáj ezeket egy picikét teljes mértékben átértékelni azért, mert az a dolog, amely régen működött, már most egy picikét lehet, hogy nem annyira. Nem azt, én is azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy nem kell mindig ugye hamburgert enni, mert akkor én is megunom, a gyermek is megunja, nem kell mindig ezeket az eszközöket bevinni az órára, mert akkor elmarad a motiváció, de egyre jobban be kell építeni sajnos ezeket a dolgokat, majd egy-két diával később rátérek, hogy miért. És mi is ezt tettük meg a kollégáimmal 2016-ban, és azt vettük észre, hogy ha matematikával, ami talán az a tantárgy, amit kevésbé tudnak olyan szinten tanulni, hogy igenis értsék, igenis egy kicsikét másképp tudjanak megkerülve odajutni a megoldáshoz, teljes mértékben felértékelődött ez a régi tanítási módszerünk, és ezért kerestük meg ezt az új utat, és próbálgattunk mindenféle dologra. Nyilván a prioritásban a Lego került, majd az összes többi dolog már önmagát adta. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ugye nem mindent olyan dolgot csak mi ugye megvettünk, mert a pályázat kutya, hanem igen-igen kemény munkával szereztünk azt, különböző hulladékgyűjtéseket szerveztünk a kollégákkal, amelyből megvettük az első készleteinket. Nyilván persze voltak különböző pályázatok is, amellyel sikerült ugye készleteket szereznünk, de az a terem is, amelyben éppen most ülök, itt
Itt nagyon-nagyon sok munka van benne, és erre nagyon, megmondom őszintén, én nagyon büszke vagyok, hogy ezt el tudtam érni a kollégáimmal. És hogy miért is volt erre szükség? Az egyik is legfontosabb az, hogy Edelény hát nem egy világváros, ugye Borsod megyében hát inkább a szlovák határhoz vagyunk közelebb, mint sem éppen a város vagy a Magyarország közepén, és azért itt hozzánk a gyermekeknek, akár kisfalvakból, vagy kisközségekből eljutva, vannak olyan gyermekek is, azért nyilván nem olyan életkörülmények között élnek, viszont nagyon-nagyon nagy talentumok, és ezért meg tudjuk számukra adni azt, hogy tényleg a digitális kultúrában, vagy éppenséggel a különböző, valamint a tantárgy tekintetében, vagy az informatika többi területén, igenis oda tudják tenni magukat, és meg tudják mutatni azt, hogy igazából miért is jó. Kicsit úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy Böjte Csaba is mondta, hogy meg kell terítenünk ezt az asztalt azért, hogy mindenki le tudja venni az adott kis gyümölcsét, vagy éppen süteményét, és akkor onnantól kezdődően talán mindenki jól lakik. Miért is kell? Miért is fontos? Amit már említettem, 2040 és 2050-re úgy munkaerőpiaci kilátás, ugye a diagram is mutatja a kisgyermekek tekintetében, 65%-uk, amit én is említettem, olyan munkahelyen fog dolgozni, ami még nem létezik. 80%-uk ezekben a munkahelyekben bizony már ugye a STEM alapú természettudományos tantárgyakban fog dolgozni, és bizony ezeknek a nagy része digitális lesz. Pont a múlt héten, amikor jártam a szerelőnél, ugye az autót elvittem, hatalmas nagy számítógépek voltak, mindenféle dolgok, és akkor láttam, hogy minden, különböző hibrid autók álltak ott, és ugye elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy jól csinál. Valóan nem az a fontos, hogy itt mindenkiből mérnököket neveljünk, nem. Hanem az, hogy igenis ezekkel a digitális dolgokkal tisztában legyenek, és mindenféleképpen rálássanak később a munkahelyeken azért, mert nagyon-nagyon fontos, hogy együttműködjenek, hogy kollaboratívan tudjanak dolgozni, a probléma megoldásuk megfelelő legyen, és így tovább. És akkor pontosan erre hoztam egy nagyon-nagyon érdekes kis diát, hogy amikor megérkeznek hozzánk a gyerekek általános iskolában, akkor mindenki mosolyog, mindenki jól érzi magát, és valószínű, hogy ez 8 évig így is maradhatna. Mert lehet, hogy nem tudom tanárként megismerni, mert valamilyen más utat kellett volna hozzá találnom, azért, mert akkor lehet, hogy így is lehet, hogy valaki valamiben nagyon-nagyon tehetséges, nagyon-nagyon jó kvalitásai vannak, és nekünk ez a feladatunk, mert a 21. századi diákok teljes mértékben egy másik vonalon mozognak már, mint ezelőtt 20 vagy 30 éve. És ugye említettem a STEM-et és magát a soft skill-eket, ugye ezeket a puha készségeket, ha illetne mondani. Talán itt van ez a görbe, megpróbáltam úgy szerkeszteni, hogy azért érthető legyen, hogy a STEM-hez alapul véve ugye az angol kifejezéseket, teljes mértékben egy visszaható görbét kell elképzelni, mert ha az egyiket tudom fejleszteni, akkor nyilván a másik is fejlesztődni fog, és oda-vissza alapon, mint egy teniszező a pályán fog tudni majd ez működni. Nyilvánvalóan az első munkálatok nem azt jelenti, hogy akkor itt nekem teljes mértékben egy rengeteg eszközt meg kell vásárolni, sokszor inkább azon múlik, hogy a pedagógus elgondolkozik azon, hogy na vajon vannak ezek az eszközök, ha már ugye vannak az iskolában különböző pályázat révén, vagy ahogy hozzájutottak is, hogy fogom tudni beépíteni majd később a munkám során. És nyilván egy pár képet szerettem volna itt megmutatni, hogy mégis hogyan dolgozunk, és ugye említettem, hogy 2016-tól az intézményünk elég komoly munkát folytat a STEM alapoknak a megerősítésében. Az csak tényleg egy pár gondolattal szeretnék mutatni, és akkor nyilván a biológiáról is, mint kifejlett dolog szeretnék egy pár szót szólni. Ugye a matematika, mint említettem, van alapjában véve az alsó tagozatban, és ezeket ugye első és második osztályban, mint LEGO matematika dolgoztuk ki a kollégáimmal, és innentől kezdődően már például a szorzást, az osztást, a kivonást, vagy ugye a törteket alsó tagozatban kiegészítve a 3D-vel, amit
a képnek a bal felső sarkában lehet látni, tehát mozgatható térbeli látásnak az erősítésére, probléma megoldó gondolkodás fejlesztésre, és így tovább találtuk ki, és egy nagyon-nagyon jól működő koncepció ez nálunk. Nyilván itt a Mortumetről, amint készletről szerettem volna beszélni, de igazából úgy gondoltam, hogy csak elég maga ez az egy kép. Különböző szaktantermeink vannak, Lego tanterem, Smart School-ok, illetve egy STEM tanterem, amiben éppen most is ülök. És ezek azok a közegek, amelyek nagyon-nagyon inspirálóak a diákok számára. Teljes mértékben azért hoztuk létre és rendeztük be, hogyha ide a diákok bejönnek, vagy éppen itt van egy digitális kultúraóra, egy kémia, egy fizika, egy biológia, teljesen mindegy, arra ösztönözze a diákot, hogy igenis felfedezzen, igenis megpróbálja azokat a dolgokat, azokat a projekteket kidolgozni, amelyet mi a kollégáimmal kitaláltunk nekik, vagy éppenséggel nagyon-nagyon jó beintegrálhatóak például a tanmenetbe, vagy éppen az adott tematikus egységekbe. És már a STEM tantárgyak fejlesztéséről beszéltem, ugye alsó tagozatban már megjelenik a különböző robotok, amelyen nyilván mindenki számára ismertek, ezzel tudjuk kiegészíteni magát a matematika tanítást. Itt már ugye a tabletekkel való, tehát a tabletekkel való munkálkodás, vagy éppen a Bluetooth-nak a használata, vagy ugye itt már a tegnap is volt kollégám tartott ugye a Lego Spike Rhyme-oknak a használatát, és tudjuk például már kis iskolás korban is elkezdeni. A másik, és ez a dia igazából azt akarja tükrözni, hogy, hogy nagyjából hogy kell elképzelni ezeket az órákat. Ugye itt a kis figurák jelentik nyilván a gyermekeket, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ez egy ugye Seymour Papert találta föl, akik ugye elmondta, hogy a gyerekek akkor tanulnak a legjobban, hogyha nagyon-nagyon aktívan tudnak részt venni ezek különböző olyan, tehát olyan dolgoknak a felépítésében, amelyek mondjuk számukra egy teljesen más jelentéssel bírnak. A Legónál van egy, és a Legó pedagógiában van egy kifejezés, hogy ez az open and learning, tehát hogy megnyitom, nyitott kérdésű köröket teszek fel, megpróbálom úgy elmondani számukra a kérdéskört, hogy igenis ráhangoljam őket, igenis motiváljam őket, megpróbáljanak új dolgokat kitalálni, és nyilvánvalóan jöhet a kérdés az önök vagy a ti részetekről, hogy igen, de akkor ez hogy fog beleférni a 72 órában, hogy fog beleférni az adott tematikus egységekben. Igazából úgy, hogy egy nagyon-nagyon jó közösséget alkotva megbeszéljük azt, hogy na, akkor ezeket a termeket ki fogja használni, kinek milyen eszközökre van szükség, ha irodalomra kellene a különböző készletek, akkor hogy fogják tudni majd, vagy éppenséggel mely tematikára van szükség. Tehát lényegében ez csapatmunka. És van egy nagyon érdekes kifejezése ugye ennek a munkának, amelyet már a foglalkozásokon dolgozunk, ez a konstrukcionizmus, igaz? Tehát, hogy lényegében itt a robotika megjelenik ugye a különböző lézervágó, 3D nyomtató, csillagászat és így tovább, és lényegében a gyermekek az adott projekteket úgy dolgozzák ki, hogy nem veszik észre, hogy tanulnak. De másképp, teljesen más formában, és igazából ez a STEAM-nek a lényege, hogy az életből vett mintákat, hogy nyitódik egy kapu, nem tudják elképzelni, hogy a zsanér miért arra nyitódik, miért nem visszafele. Vagy éppenséggel, ha biciklizik valaki, akkor hogy lehetséges az, hogy a nagy fogaskerék a kicsit, hogyha átkapcsoljuk, akkor ugye erőkar és itt tehát fizikai tulajdonságokat lehet vizsgálni, ezekről rajzot lehet készíteni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz van, amihez igazából sokszor nem kell digitális tananyagrész, hanem csak el kell gondolni azokat a dolgokat, hogy na akkor ebből én hogy tudok majd később egy nagyon-nagyon jó tematikus egységet kidolgozni, és a gyerekeknek mondjuk heti két alkalommal ezeket például felhasználva megtanítani nekik például. Amikor ugye magáról a robotikáról beszélünk, akkor nyilvánvalóan mindenkinek a hatalmas nagy eszközök jutnak eszébe, amelyek a gyárakban segítik a munkát, a gépgyártásban és így tovább. Na most
Hogy amikor a Lego robotokról beszélünk, akkor igazából az embernek nyilván a játék jut először eszébe, nem is nagyon szeretne programozni, márpedig egy robot programozás nem egy olyan ördöngőség, mint ahogy sokan úgy gondolják, hogy mondom, hogy na akkor itt az eszközöket vegyük el, és akkor programozunk mindenki, jaj, jaj, jaj. Igazából a kollégáimmal az adott témakört, hogyha már elmondjuk óra előtt, vagy beszélünk mondjuk szakórák előtt, akkor már a gyerekeknek van egy ilyen aha élménye, hogy hű, hogyha én ezt oda fogom tenni, akkor mi lesz, és nagyon-nagyon fontos, hogy csapatban dolgozzanak, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a facilitált szerepet betöltsük, hogy igenis a diák meg tudja mutatni, hogy ő mire képes, és ezért a dinamikus tanulás szinte teljesen egyértelművé fog válni. Most azért is hoztam itt egy pár képecskét, hogy ezek a gyermekek is hogyan dolgoznak. Nyilván ezek a robotok megtalálhatóak nálunk, illetve be is rakjuk, vagy be is illesztjük ugye az órák keretében. Vannak olyanok, amelyek ásványokat fognak gyűjteni, valahol egy virágot fognak megmutatni, és ezt a virágot viszont fújni fogja egy szélerőmű. Tehát nagyon-nagyon a mindennapi életből vett apró kis részleteket próbálunk még jobban kidolgozni, és ugye azt lehet látni, hogy ezeken az órákon nem csak a digitális eszközök, tehát meg fog tudni a diák, tehát tudni fog keresni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy rengeteg fake news mindenféle dolog tekintetében egy letisztult gondolkodással neveljük a gyerekeket, hogy nem mindig az állandó interakció, hogy belépek az internetre, és akkor egyből én ezeket már használom a különböző oldalakat, hanem ha dolgozni akarok, vagy ha tanulni akarok, akkor hogyan is tudok keresni. És ezek az órák nagyon-nagyon jók, már kisiskolás korban is, nagyon-nagyon sokféle kompetenciát tudnak fejleszteni. És ha már kompetenciákról van szó, egy legós óra közben, vagy egy Steam óra közben, azért csak hogy magamat ismételjem, a digitális oktatás, vagy a digitális kultúra, ugye a keresés, az explore, aztán ott van maga az, hogy épít, tehát ott van, ami nem pont Lego, hanem ez most lehet egy 3D-ben kinyomtatott hegységnek a festése, amikor ugye már artról beszélünk, tehát művészetekről, és már itt tantárgyi koncentráció is van, tehát összekapcsolódnak a tantárgyak. Tehát 4-5 kompetencia ezeken az órákon kitűnően tud fejlődni, és lehet itt is látni, hogy éppen itt ezen az jobb alsó képen, hogy azt hiszem, ez egy rénszarvas, és a Szent Miklóst próbáltuk megépíteni. Hát úgy látom, kisebb nagyon sikerült, de azért mégis sikerült. És már itt a biológiához kapcsolódva, nyilvánvalóan, hogy nem mindig ugye a robotika, mert azért vannak olyan dolgok is, amit robotik, tehát biológiailag a biológiában az eszközöket, a robotikát nem mindig tudom én sem alkalmazni, ezért megpróbálom én is úgy egy kicsit megszínesíteni ezeket az órákat, hogy a gyerekek nyilván élvezik és tudják azt, hogy miről van szó. Ugye egy metszet készítés volt éppen az egyik órán, és hát ha már ott van a telefon, ne legyen feleslegesen a zsebetekbe, vegyétek elő, és akkor a mikroszkópot ráhelyezve gyönyörű szép fotókat lehetett készíteni, amely ugye egy... A biológiában nyilván ez egy nagyon-nagyon színvonalas próba például, alkalmazás. És hogy ezeket hol is hoztuk létre? Méghozzá egy műhelyben, amit lehet látni, ez a STEM feliratunk, és ezt is kézzel ragasztottuk fel. Ez egy izlandi zuzmo, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert ez egy lélegző élőlény, ha így lehetne mondani, ebben a high-tech tanteremben, és azért hoztuk nyilván létre, hogy ezeket a mindenféle foglalkozást tudjunk ide elhozni a gyermekeknek, illetve a kollégákkal itt mindenféle témanapot meg tudjunk rendezni. Folyamatosan próbáljuk fejleszteni. Kicsiben indultunk el, de nyilvánvalóan nem akartunk semmilyen platformot követni, hanem a saját mi gyermekeinknek a kvalitásaira mérten létrehozni. Illetve ami a STEM területekre még egy újabb platform, az nem más, mint a digitális és a digitális oktatáson belül ugye a különböző alkalmazásoknak a használata.
És azt vettük észre, hogy azok az alkalmazások, amelyek megjelennek mondjuk egy matematikán, egy magyaron, egy nem is tudom, bármelyiken, bármelyik tanegységet, hogyha elhozzák ide a kollégák, és akkor itt megnézik, illetve tanulnak a gyerekekkel. Szóval azt vettük észre, hogy sokkal jobban tudnak kapcsolódást találni az adott például mértékegységek között, ugye a vizualitás miatt, és ha van és valaki igényli, akkor ide nem fontos behozni tankönyvet, hanem csak a füzetet és maga az eszközöket tudják használni a diákok. És úgy, mint a hamburger szindróma, nyilván heti 2 órában, vagy egyben, attól függ, hogy mennyire van szükség. És amiket próbálunk még a STEM területén egy kicsikét átalakítani, hogy nyitott szemmel járjunk a világban, és nyitott szemmel is igyekszünk járni. Ezért olyan eszközöket hoztunk létre, és ezeket is mi építettük meg, amely egy picikét már túlmutat azon, hogy nyisd ki a térképet, nyisd ki a tankönyvet, vagy nyisd ki a füzetedet, és akkor rajzol nekem egy hegységet, rajzol nekem egy magas hegységet, vagy éppenséggel hozza létre egy 3D domborzati térképet. Ennek a segítségével hoztuk létre és építettük meg kollégáimmal az úgynevezett virtuális homokozót, vagy interaktív homokozót. Lehet, hogy valakinek ismerős is, ugye Magyarországon egy-két helyen lehet látni, és nem egy nagy ördöngőség igazából, mert ezt megépíteni, és nyilvánvalóan egy teljesen más órát lehet látni mondjuk földrajzon, természettudományos órákon, vagy éppen alsóban, amikor tanulják ugye a színvonalakat a gyermekek. És ha már színvonalakról van szó, nagyon fontos az, hogy a STEM-ben és magában a STEM biológiában, illetve a természettudományos oktatásban a kiterjesztett valóság, illetve a virtuális valóság megmutatkozzon. Na most ezekhez az alkalmazásokhoz nem nehéz hozzáférni, le lehet tölteni, telefonokkal is kitűnően tud működni, nyilván nem a homokozóról van szó, hanem a jobb oldalon található alkalmazásról, és ezeket bármelyik órán nagyon-nagyon jól lehet használni, kiegészíteni, vagy egy feedbackre, egy visszacsatolásra óra végén nagyon-nagyon jó lehet a gyerekekkel haladni és használni. És ha már itt a kiterjesztett valóságról beszéltünk, vagy beszéltem, például biológiából 8. osztályban azokat az eszközöket, ugye, amelyeket esetleg látunk a fotón, nyilván ez némelyik a gyermeknek a saját tabletje, vagy éppenséggel az iskolái, igen, úgy látom, ez most az iskolái. Tehát lényegében ezeket tudjuk elvinni, ezeket tudjuk beintegrálni az órába, és azért kicsit érdekesebbé tudjuk tenni ezáltal az órát, hiszen kiszínezi a diák, ugye ez egy markerként fog működni, le fogja fotózni, és leolvassa, leszkennel igazából, és azt a színeket fogja megjeleníteni, amúgy ez a Quiver nevű appnak az applikációja, és DNS-re kombinált, tehát mindenféle dolgot lehet látni rajta, vagy kisiskolás korban jobb oldalon, mivel két tanos intézmény is vagyunk, kollégák angolon, horse, igen, tehát ló, illetve éppen a ló egy füvet rágcsál, és akkor ezeket mondatba foglalják, és elmondják, hogy milyen színű a ló, milyen színű a fű, hogyha van rá igény, esetleg utána az iskolánk lovardájába ezt nyilván utána meg is, ki is tudják próbálni, ami nem a füevést, hanem a lovaglást. Ugye lehet látni itt még egy nagyon érdekes dolgot, ami a személyes kedvencem, az AR lupa, ugye ez mint kiterjesztett valóság, ugye amit lehet látni a fotón, a gyerekekkel vizsgáltuk a vírusnak a formáját, hát ugye COVID idején is érdekes volt ugye ez a dolog, hogy maga a tanítás, de így azért mire visszajöttek a különböző otthonlétek után, akkor azért így már kicsit könnyebb volt, mert fel is ismerték nyilvánvalóan. A biológia és a STEM kapcsolata már most szinte teljes mértékben össze van forva a virtuális valósággal és ezekkel az eszközökkel. Én személy szerint ezeket az alkalmazásukat nagyon-nagyon szeretem. Ugye, hogyha rajzolni kell róla, ezt azonnal megmutatja, meg lehet forgatni, 3D-ben nyilván meg fogja a diákoknak mutatni.
illetve azokat a dolgokat, hogyha valaki ugye két tannyelvű is, vagy éppen szeretne továbbtanulást, egy kis latint is belecsempészni a diákoknak a prezentációjába, vagy éppen a saját prezentációjába, hogy ezeket nagyon-nagyon jól lehet használni. És ugye itt van még egy kis, egy-két ilyen életkép, amely a munkánkat jellemzi. A virtuális valóság, tehát amit mondtam, az teljes mértékben megvan, ezért olyan hírességek is megjeleníthetőek, mint Albert Einstein. Viccet félretéve, hogyha véletlenségből valakinek ugye nincsenek ilyen eszközök, akkor az alább levő képet szeretném mutatni, ami a kép alsó, vagy a prezentáció alsó részében található. Ugye lehet látni itt egy Lego készletet, igazából egy pár darabot, a zöld szín, a piros, kék színű. Ugye lényegében a gyermekek akár egy sejtet is meg tudnak építeni, ezeket le tudják fotózni, ki tudjuk vágni a részeit, oda tudjuk tenni. Tehát itt igazából sem robotikáról, sem pedig mindenféle alkalmazásról nem beszélünk. Egyszerűen, ha van otthon készlet a gyermeknek, vagy éppenséggel a szülők már nem tudják hova tenni, nyugodtan ezeket be lehet gyűjteni, különféle terepasztalokon el lehet helyezni, nagyon szép fotókat lehet róla készíteni a diákoknak, és akkor lényegében, mármint ha a saját telefonjaikat is szeretnénk, hogy használják, és igazából már tettünk is valamit, már más kultúrában telt az óra. Vagy éppenséggel kinyomtatunk egy picike akváriumot, és a hozzátartozó kis halakat, ugye kisiskolás korban a gyerekek ezeket nagyon-nagyon szeretik, kiszínezik, felragasztják, tehát lényegében a hands-on learning, tehát építenek, ragasztanak, utána néznek, tehát nagyon-nagyon sok fejlődésen mennek át ezeken az órákon. Illetve a másik dolog, hogy a művészetek hogyan is kapcsolódnak be ezekbe a képzések, vagy ezekbe az órákba. Itt lehet látni egy beszkennelt társaságot, ugye, amelyet, hogyha kinyomtatnak, a gyermekek ki tudják festeni, mármint 3D-vel, 3D-s nyomtatóval, a gyermekek ki tudják festeni a hajakat, a szemeket, vagy éppenséggel a ruházatot, attól függően, hogy meg kell jegyezni, hogy kinek, ki milyen ruhák volt, mármint, hogy milyen színű ruhák voltak, és akkor már itt ugye a művészetek be is csatlakoznak, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezik ezeket az órákat, hiszen az egyik dolog az, hogy jobban megismerik egymást, nem csak arra fognak figyelni, hogy na, jól van, te jó gyerek vagy, te rendes vagy, hanem igazából tudnak egymással beszélni, és talán ez a legfontosabb, ugye a kommunikáció, tehát megismerik egymást ezeken az órákon, ugye, amely az úgynevezett 3D technológiát jelenti. És hogy is működik egy ilyen óra? Ugye általában a gyermekeknek egy adott projektet adok, például óceánok kutatása, és ugye itt egy kis gyermekekről van szó, és hát Némót, mint egy menő halacskát ugye a vízbe, megjelenítjük a fotó, vagyis a szkennelés segítségével, és lényegében utána a gyermekek az interneten utána olvasnak, hogy na, akkor ez a halacska hol él, lejegyzetelik, különböző beszámolót tartanak róla, kicsit lehet továbbvinni ugye magát a meseterén ugye a különböző történetet, tehát nagyon-nagyon jól be lehet ezeket is integrálni az órákba, és talán ez a STEM-nek a legfontosabb feladata, hogy az, ami a természeti értékünk, megőrizzük, viszont nekünk haladni kell a különböző koroknak a fejlődésével, és talán ez a legfontosabb. Ugye a jövő munkakörei, amit már említettem, a biológiai vonatkozásban, ez egy nagyon-nagyon előre haladott állapotú. Magyarországon talán még annyira nem is ismerjük a különböző kifejezéseket, és talán én is csak egy párat hoztam ide, ugye három darabot, hogy azok a diákok, akik most, amit én is említettem a diában, hogy kisiskolások, hogy 2040-re milyen munkakörök lesznek, és ami számomra nagyon-nagyon érdekes volt, hogy itt teljes mértékben már a robotika, vagy éppenséggel ez a cyber világ, ez teljes mértékben ötvözni fogja majd a jövő mérnökeit, vagy éppenséggel a természettudományos szakembereit,
És érdekesek ugye ezek a kifejezések, mint a biomimikri innovátor, aki különböző mérnöki természeti mérnöki folyamatoknak emulálásával fog majd dolgozni. Ez a biobrightening mérnök, szövetek, például porcok, csontoknak a 3D nyomtatásához fog majd hozzájárulni, hogy mindenféle eszköz tekintetében igazából a mérnöki csúcson legyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon olyan szférában van igazából a mai kor gyermeke, ahol nagyon fontos az, hogy igenis ezt a tanulmányt, ezt, amit elkezdett, ezt szeresse, ezeket a természettudományos tantárgyakban ki tudjon még jobban teljesedni, és azért én is azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos viszont az, hogy ami a természeti érték, azt megőrizzék, és maradjanak te, ugye gyerekek. És van egy nagyon-nagyon érdekes kis idézet, amely sokszor volt nekünk is itt a kollégákkal, mert mint így mindig egymás között így elmondtuk, hogy a kezdetekkor, hogy mi legyen az olyan motiváció a gyermekek számára. És ez a mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam és megértem. És ezért nagyon-nagyon úgy próbálunk dolgozni, hogy egy kicsit adjunk is, de azért maradjanak gyermekek, és érezzék jól magukat, és ezért is fontos számunkra az, hogy a természeti értékeket, tehát itt a mászástól kezdődően, a sportmászást, vagy a sziklamászást, vagy éppen az állatokra való szeretetre való iránymutatást megmutassuk, de azért már ugye akár egy kis robotikát vagy éppenséggel mindenféle olyan természettudományos tantárgyi koncepciót megmutassunk már, amivel később ők is teljes mértékben egy egészséges és jó szakemberek és diákok, nyilvánvalóan diákok lesznek. Hát én igazából ennyit szerettem volna mondani, és ennyi lett volna az én prezentációm. Itt lehet látni az én elérhetőségemet, illetve be is lehet szkennelni, fel is lehet engem hívni telefonon, úgyhogy, vagy éppenséggel írni. Én szerintem még estig lehetne beszélni ezekről a dolgokról. Mindenkit arra sarkalok, ha esetleg itt jár Edelényben, akkor nyugodtan látogasson meg minket. Nagyon szívesen megmutatjuk a mi munkánkat, és nagyon sok szép dolgot kívánok mindenkinek, főképpen egészséget.